Lapszemlén következik, köszöntöm Önöket! A szennyvízhálózat bővítésén és a teherforgalmat kiszolgáló útszakasz felújításán párhuzamosan dolgoznak. Tömör és tartalmas városnapokra számíthatunk idén, elkészült a végleges program. Rászoruló családok gyerekei számára gyűjt játékokat, tanszereket a Vöröskereszt Gyergyószentmiklósi szervezete. Jól haladnak a szennyvízhálózat bővítésének munkálatai, és ezzel párhuzamosan a teherforgalmi útszakasz felújításán is dolgoznak. Helyszíni sajtótájékoztatón Nagy Zoltán polgármester beszámolt a beruházások jelenlegi állásáról, valamint az ütemtervről. Október elején kezdődtek el a teherforgalmi útszakasz felújítására vonatkozó munkálatok, valamint a szennyvízhálózat bővítése is. Bár két külön beruházásról van szó, ezeket össze kellett hangolni, hogy az útjavítás előtt földbe kerülhessenek a vezetékek. Helyszíni tájékoztatón Nagy Zoltán polgármester arról számolt be, hogy mindkét munkálat jól halad. A teherforgalmi útépítési munkálatok abba a fázisba érkeztek, amikor most már a közmű kiépítésével egy időben az útalap előkészítése is elkezdődhet nem sokára. Jelen pillanatban a szennyvízhálózat cseréje történt meg. Most per pillanat a vízhálózat, a régi vízhálózatról való, új vízhálózatra való átkötésekkel dolgozik a szakcég, valamint a szennyvíz vezeték mellett az esővízelvezetés úttestbe való belehelyezését is most végezzük el. Amikor ezt a munkálatot befejeztük, akkor következik az útalap megerősítése, amely abból áll, hogy mint egy 30 cm-es vastagságban cementtel megerősítve felőrölődik az útalap, és cementtel megerősítve visszatömörítődik, majd erre egy 50 cm vastagságú új útalap képeződik ki, és ezt követően a járdaszegélyek építése következik, amennyiben az idő is természetesen engedni fogja, és jövő tavasszal már az első aszfaltréteg rákerülhet. Bízunk abban, hogy az időjárás megengedi azt, hogy annyira elé tudjunk készülni, hogy jövő tavaszra már csak az aszfaltozás maradjon hátra. A Dózsa-György utcába, a többi utcák esetében még a közműhálózat cseréje történik, egészen pontosan most a szennyvízhálózat képítése, annak a gerincének a képítése, majd ezt követően az egyéni fogyasztóknak a rácsatlakoztatása fog megvalósulni. Állami támogatással több mint 5 millió lejből újítják fel a teherforgalmat kiszolgáló utcákat, az útépítés mellett járdaépítést, helyenként pedig kerékpárút kialakítását, valamint parkolók létrehozását is tartalmazza a beruházás. A tervezők 19 hónapban állapították meg a kivitelezési időt. A szennyvízhálózat bővítésével több utcában is dolgozik a kivitelező. Jó ütemben zajlanak a szennyvízhálózat képítési és modernizálási munkálatai, melynek értelmében a fő célunk az, hogy a beruházás végeztével mintegy 47 kilométernyi szennyvízhálózat épüljön meg a városban. Ott, ahol nincsen, ott képítjük teljes mértékben, és ott, ahol van, de már elavult a rendszer, ott természetesen ott felújítjuk és kicseréljük a régi vezetékeket. Jelen pillanatban már sikerült képíteni a gerinchálózatot jó pár utcában, ilyen a Rózsa építők, valamint a Dózsa-György utcákban, és most a Békény, illetve a Halász utcában folynak munkálatok. A gerincvezeték kiépítését követően az egyéni rácsatlakozásra alkalmas kis aknatetők is elhelyezésre kerülnek, reméljük még az idén, majd az idő, ahogy engedi, akkor a munkálatok általában tavasz újra kezdődik és folytatódik a város többi olyan utcájában, ahol ott is útfelújításokat tervezünk elvégezni a jövő év folyamán. A csatornázás 80 utcát és 3 lakónegyedet érint, 47 kilométernyi vezetéket fektetnek le, így a város minden háztartása számára elérhetővé válik a szennyvízhálózatra való csatlakozás. A beruházás összértéke meghaladja a 28 millió lejt, amelynek túlnyomó részét a Fejlesztési Minisztérium állja. A kivitelezési idő 24 hónap. 7,2%-kal nőhet az országos bruttó minimálbér jövőre, közölte Facebook oldalán a kormány. Ez 149,7 lejes bruttó növekedést jelent. A kézbe kapott, azaz nettó összeg 83 lejjel lesz több. Violeta Alexandru munkaügyi miniszter arról beszélt a múlt héten a parlamentben, 3 forgatókönyvet képzelt el a kormány a minimálbér meghatározására, és várhatóan csak az elnökválasztás második fordulója után, november végén derül ki, hogy melyik mellett dönt és milyen mértékű lesz az emelés.
Január 18-án megindulhat az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt egyesítési folyamata. Döntött kolozsvári egyeztetésén a két erdélyi magyar politikai alakulat elnöksége. Erre az időpontra Csíkszeredában együttes kongresszusra hívták össze a két párt küldöttjeit. Közös listákat állít a jövő évi önkormányzati választásokon az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt, jelentette be mai kolozsvári közös sajtótájékoztatóján a két alakulat elnöke, Csomortányi István és Mezei János. Választási koalíciójukat csak a fúzió megalapozásának tekintik, a januári közös kongresszuson elindítják az egyesülés folyamatát. Csomortányi István elmondta, a január 18-án az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt kongresszusa előbb külön-külön ülésezik, majd együttes kongresszust tartanak, amelyen a küldötteik közösen döntik el az együttműködés és a fúzió részleteit. A Magyar Polgári Párttal most már közel egy éve folytatunk tárgyalásokat arról, hogy hogyan lehetne a két szervezet együttműködését szorosabbra fűzni. Ennek a legutolsó eleme egy együttes elnökségülés volt Kolozsváron éppen az elmúlt héten, ahol abban egyeztünk meg, hogy a két szervezet, amennyiben az együttes kongresszusok ezt megerősítik, akkor fúzióra lép. Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke, noha erős belső ellenzékkel szembesül saját pártján belül, magabiztos azt illetően, hogy a helyes irányba vezeti az alakulatot. Elérkezett az idő, hogy újra egyesítsük a pártjainkat, és egyesítsük azokat a szervezeteket, amelyek egy elvet és egy elvrendszert képviselnek. Ezzel az egyesítéssel azt szeretnénk, hogy hatékonyabban tudjuk képviselni a magyar közösséget, alternatívát tudjunk felkínálni, és a demokráciának az elveit megtestesíteni itt az erdélyi politizálásban. A két elnök elmondta, többek között azért döntöttek először a politikai koalíció létrehozása mellett, mert a pártfúzió bírósági bejegyzése elhúzódhat. Ezért az önkormányzati választásokon való szereplés szempontjából biztonságosabb megoldás a koalíció. Kockázatos azonban a feleknek az a kijelentése, hogy a fúzió után csak két magyar alakulat marad az erdélyi politikai színtéren. Az MPP belső ellenzéke ugyanis várhatóan nem nézi majd tétlenül a fejleményeket. A kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem ebben az évben is legelső helyen szerepel a romániai egyetemek globális rangsorában. A 2019-es egyetemi metarangsorban a második helyre a Bukaresti Tudományegyetem, harmadik helyre pedig a Bukaresti Műszaki Egyetem került. Az Ad Astra Kutatói Egyesület által összeállított egyetemi metarangsor a romániai egyetemek hierarchiáját az egyéni teljesítményük alapján határozza meg, a felsőoktatási intézmények nemzetközi rangsorolásának függvényében. Három nap, 50 programpont, ebből 11 koncert, így áll össze az idei Szent Miklós napok programja nagy vonalakban. A helyi értékeken lesz a hangsúly végig, külön dal is készül az ünnepre. 10. kiadásához érkezik a Disznótoros Fesztivál, ez is különlegesnek ígérkezik. December 5-e és 7-e között zajlanak az idei városnapok, mindössze 3 napot tart a rendezvénysorozat, de a hagyományos programok mind helyet kapnak és újdonságok is lesznek. 5-én csütörtökön a dísztanácsüléssel kezdődik a program a Művelődési Ház nagy termében, bárki eljöhet ezúttal, hiszen nagy a terem, van hely bőven. Délután a seregszemle lesz, most is a színpad előtt, a résztvevőknek pedig az a feladata, hogy saját értékeiket hangsúlyozzák ki. Szent Miklós is eljön, nem csak tűzijátékot hoz. Idén a tűzijáték mellett egy másik ajándékot is fogunk majd kapni tőle, és ez az ajándék az Igazi Ünnep ajándékkoncert gyergyói zenészekkel című produkció lesz. Azt kell tudni erről a koncertről, hogy olyan különleges felállásban fogják előadni a már sokak számára ismert és kevésbé ismert Gyergyóban élő és elsősorban itthon lakó, tevékenykedő zenészek, énekesek, ami egy egészen különleges felállás lesz, és gyerekdalokat, illetve fiatalos gyermekeknek szóló, de természetesen felnőtteknek is szóló ünnepi hangvételű dalokat hallhatunk majd, amelyek között lesz nagyon sok ismert, Szent Miklóshoz, Mikuláshoz kötődő dal is, viszont egyáltalán a téli, karácsonyi, adventi ünnepkörökhöz szóló dal is,
úgyhogy ez egy olyan különlegesség lesz, ami bízunk benne, hogy el fogja nyerni a gyergyóiak és a vendégek tetszését is. Lesz egy sor kulturális és szórakoztató esemény is este, ezeket már zárt terekben tartják meg. Pénteken 6-án az egyházi eseményen lesz a hangsúly. A pénteki napon mindenképpen a Szent Miklós püspök tiszteletére és emlékére évről évre megszervezett búcsú ünnepet, búcsús szentmisét és ünnepi körmenetet kell kiemeljük. Úgy, ahogy előző években is megszokhatták az érdeklődők, a résztvevők, a búcsús szentmise után ünnepélyesen, ökrös szekéren, úgy, ahogy megszokhattuk, a több száz éves Szent Miklós szobrunkat körbe visszük a főtéren, és hát szentségi körmenet keretén belül ezáltal is megemlékezünk a jótevő püspökünkről, Szent Miklós püspökről. Ezen a napon is lesz szabadtéri koncert, a No Sugar zenekarnak a koncertje látható a korásti órákban, és nagyon fontosnak tartottuk a szervezés ideje alatt, hogy az idei évben a helyi értékeket domborítsuk ki, hiszen annyi mindennel büszkélkedhet Gyergyó Szent Miklós, úgy művészek, mint bármilyen területen élő és alkotó személyek terén, amire rá kell hangoljuk a figyelmünket, és ki kell domborítsuk. És emiatt van az, hogy mindhárom napon olyan zenekarokat láthatunk, akik Gyergyóhoz kötődnek. Ezen a napon tartják a sportgálát, a népzenészek találkozóját, a jégkarnevált és a dobestet is. Szombaton a Disznótoros Fesztivál jubileumi kiadásán lesz a hangsúly. A jubileumi 10. Kárpát-medencei Disznótoros Fesztivál és süteménymustra. Azt kell tudni a rendezvényről, hogy jubileumi alkalom lévén egyik kiemelkedő pontja, programja lesz, és ezáltal is szeretnénk egy picit a Kárpát-medence közösségét, egységét kihangsúlyozni. A Kárpát-haza üstje, ami egy olyan különleges étel lesz, egy étel különlegesség, ami sokak számára ismert, viszont olyan elemek lesznek benne a gasztronómiából, ami miatt különleges lesz ez. Azt kell tudni róla, hogy olyan eljárások, fűszerezések, ízesítések és recepteknek a leszűrt, összesített és szakemberek által jól kitalált elegyéből fog ez az étel kialakulni, amiben a Kárpát-medence, a történelmi Magyarország több pontjáról, szinte minden pontjáról lesz belevíve valami. És hát ez egy picit arról is üzen, ahogy említettem, hogy igen, van Kárpát-medencei magyar közösség, egységes magyar közösség, amit nem tudnak befolyásolni a változó államhatárok. Amíg a főzőfesztivál zajlik, a kisgyerekek számára a zsibongó biztosít majd szórakozási lehetőséget. Az eredményhirdetés után a Bagosi Brothers Company lép színpadra. Este a Szent Annató legendáját mutatja be a Halvirág Bábszínház hang- és fényjáték által. Könyvbemutatóra kerül sor holnap 17 órától a Városi Könyvtárban. A Para című könyvet ismerhetik meg az érdeklődők. A könyvet bemutatja és Para István karikaturistával beszélget Muszka Sándor író, költő, Sarány István a Hargita Népe főszerkesztője. Rászoruló családok gyerekei számára gyűjt játékokat, tanszereket a Vörös Kereszt Gyergyószentmiklósi szervezeten. Akik segíteni szeretnének, november 23-án juttathatják el felajánlásukat a Város Központi Parkjában kialakított gyűjtőponthoz. Szegény sorban élő gyerekek karácsonyát szeretné szebbé tenni a Gyergyószentmiklósi Vörös Kereszt. Ez a célja a játékot termőfa elnevezésű kezdeményezésnek, amelyet a lakók bevonásával készítenek elő. Kiválasztanak egy fát a Város Központi Parkjában, az alatt alakítják ki a gyűjtőpontot, ahová a felajánlásokat várják. A Vörös Kereszt programjai közül nagyon szeretjük mindeniket, úgy a katasztrófavédelmi, mint a szociális jellegű programjainkat, de leginkább azokat kedveljük, amelyeket együttműködésben tudunk valakivel létrehozni.
Most a november 23-ai szombati akciónkra a városlakókat kérjük fel, hogy legyenek társaink, és a program neve az Ajándékot Termőfa. A tavaly szerveztük meg a Játékot Termőfa akciónkat, és nagyon-nagyon sikeres volt. Most pedig úgy gondoltuk, hogy a játékok mellett szükség lenne még tanszerekre, íróeszközökre, és akár higiéniai jellegű felszerelésekre, mindenféle tisztító, tisztálkodási eszközökre is. Úgyhogy az Ajándékot Termőfa akció ezt foglalja magába, játékot, tanszert és mindenféle higiéniai eszközöket. És azt szeretnénk, hogyha nagyon jó társunk lenne ebben a lakóközösség is. Tehát aki úgy gondolja, hogy társulni tudna hozzánk, és lenne felajánlása ezekből az eszközökből, amiket már elmondtunk, akkor szeretettel várjuk szombaton 10-től délután 5 óráig itt a központi parkban, itt fognak megtalálni minket. Lesz itt sátrunk, és egy, hát nekünk is van felajánlásunk a lakóközösség felé, ingyenes vércukormérés és vérnyomásmérés, és akár forró teja, tehát ami tőlünk kitelik, azt mi is adjuk nagyon szívesen, nagy szeretettel. Helyi rászoruló gyerekekhez jutnak majd el a felajánlások. A vöröskeresztesek azt kérik, senki ne tekintsen lomtalanítási lehetőségként a gyűjtésre, csak olyan ajándékokat juttasson el, ami megfelelő minőségű. Nem szeretnénk, hogyha ez egy lomtalanítási akció lenne, hanem igazán tartsuk azt szem előtt, hogy a gyerekeknek kellene segítsünk. Nem azt, hogy mindent, ami nem használható otthon a házból, akkor azt most odaadjuk a Vöröskeresztnek, mert ott jó helyt van, hanem az elsődleges szempont az legyen, hogy olyan gyerekeken segítünk, akik rászorulnak, és tényleg vannak, tehát elképesztő, hogy milyen helyzetek vannak, ha nem látnánk, nem hinnénk el. Tehát vannak olyan családok, ahol 4-5 gyerek egy írószeren osztozik, amikor leírják a házi feladatukat, tehát nagy-nagy szükség van a segítségre. Elsősorban mindig a Gyergyó Szent Miklóst, a Gyergyó medence központját célozzuk meg, de úgy járunk mindig, hogy a jólelkű adományozók azok nagyon oda teszik magukat, és mindig ki tudunk teljesedni akár a medence szempontjából is. Az adományokat szombaton 10 és 17 óra között várják a főtéri parkban. A következő napokban lehullhat a hó úgy a hegyvidéken, mint az alacsonyabban fekvő területeken is. Ugyanakkor lehet, hogy december közepéig az ilyenkor megszokottnál enyhén magasabbak lesznek országszerte a hőmérsékletek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint a 2019-es év globális szinten az egyik legmelegebb évnek bizonyult, amelyben a szélsőséges időjárás is gyakori volt. Csíkszereda, Kézdivásárhely és Gyergyócsomafalva után az elmúlt szombaton, november 16-án nyárad remete adott otthont a Székely Fórumnak, amelyet ezúttal is Székelyföld nem eladó mottóval szerveztek meg. A rendezvény díszmeghívottja Círják Árpád, pápai prelátus, nyugalmazott aranymis és kolozsvári plébános volt. Székelyföld jelenét és jövőjét tárgyalták azon a rendhagyó fórumon, amit Nyárád Remetén tartottak meg november 16-án szombaton. A helyi művelődési házban tartott rendezvényen 3 előadást hallhattak az érdeklődők. Ennek a fórumnak tulajdonképpen a lényege nem valamilyen fajta támadás, nem szektársodás, hanem ez egy igazi fórum, ahol értékeket, rendszert és lelki valóságot osztunk meg a mi népünkről és a népünknek a struktúrájáról. Csíkszereda, Kézdivásárhely és Gyergyócsomafalva után ezúttal Nyárád Remete volt a rendezvény házigazdája. A szombati találkozón jelen volt Círják Árpád, pápai prelátus, nyugalmazott kolozsvári plébános is. Nagyon fontos az együvé tartozás jegyében megtartani ezeket a fórumokat, hogy identitásunkkal tisztában legyünk. Itt és most nagyon fontos, hogy ezt az üzenetet átadjuk, abban a reményben, hogy konfitársaink az üzenetet meghallják, és ennek a jegyében örvendenek annak az, hogy jövőt tudunk közösen építeni. Ennek megvan a forgatókönyve. Én 3 előadást tartottam. Ezúttal visszavonultam. Az embernek azért van 2 füle és 1 szája, hogy kétszer annyit hallgasson, mint amennyit beszél. Nagyon fontos, hogy meghallgassuk az üzeneteket, és azt magunkévá téve közösen gondolkozzunk, ahogyan tovább jegyében.
A fórumon fellépett a Nyárádmenti Kodály kórus, a nyárádremetei dr. Nyulas Ferenc általános iskola néptánc csoportja, emellett szavalatukat is hallhattak a jelenlévők, végül pedig Borsos Hunor orgona koncertje zárta a negyedik Székely fórumot. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború, örökké való. A víz szalad, a kő marad. A kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáskarálja is le a vetést, ha vakont túrja is a gyökeret. A világ fölött őrködik a rend, s nem vész magja a nemes gabonának. De híre sem lesz egykor a családnak, az idő elmarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad. Főbb híreim még egyszer, egy-egy mondatban. A szennyvízhálózat bővítésén és a teherforgalmat kiszolgáló útszakasz felújításán párhuzamosan dolgoznak. Tömör és tartalmas városnapokra számíthatunk idén, elkészült a végleges program. Rászoruló családok gyerekei számára gyűjt játékokat, tanszereket a Vöröskereszt Gyergyószentmiklósi szervezete. A napszemlét látták, Fit percek és a Székely Konyha következik, maradjanak velünk, viszontlátásra!